Na sziasztok srácok, én Jussi vagyok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, aminek a témája pedig a világ legnagyobb Twitch donétja. Azért fontos kiemelni a világ legnagyobb Twitch donétja, mert igazából nem néztem utána, hogy más platformokon, esetleg YouTube-on, vagy teljesen más streamer felületeken mi a legnagyobb donét. Azt tudom, hogy Twitch-el jelen pillanatban az a 450 ezer dollár a legnagyobb, ami megnéztem, átszámítva a mostani árfolyamok alapján 151 millió forint. Igen, jó hallod. 151 millió forint. Na most gondolj bele! És ennek van egy kis pikantériája, ugyanis a világ legnagyobb donétját refundolták. Ami magyarul azt jelenti, hogy visszakérték. Nem kapta meg, átverték, szép szóval. Úgyhogy elég durva, de hogyha belegondolunk abba, hogy van itt olyan ember, aki nézte mondjuk ennek a live-ját, és van a kártyáján 151 millió forint fölös, már az sem olyan rossz, tehát hogyha így gondolkozunk, akkor az sem egy rossz buli. Na mindegy, az a lényeg, hogy a srác el tudott, tehát nem lehet egy csóró gyerek, hogyha van nála 151 millió forint, nem? Tehát abban azért meg tudunk állapodni. Szóval a lényeg az, hogy ennek a srácnak szépen apránként becsöpögtettek 151 millió forintot. Beszéljünk egy kicsit, nézzük meg a videót, és akkor utána beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi is történt gyakorlatilag, mert baromira kíváncsi vagyok a srácnak a reakciójára. Tehát az, amikor, gondolj bele, jön egy donét, és látod az összeget, és full megváltoztatja gyakorlatilag, az az összeg az egész életedet, tudod? És abban a pillanatban, amikor megláttad, már tudod, hogy ez innentől kezdve teljesen más lesz. Na mindegy, nézzük meg a videót, és akkor utána térjünk erre vissza. Na, itt vagyok, indítsuk el. I'm gonna have like my own little thing over here. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Been watching this stream a while. $5,000. Keep it up. Röviden annyi, hogy összefoglalva, remélem, hogy segített. Holy giant hairy nipples. I don't know. $5,000. To all the like the strippers. Az sem egy gyenge összeg egyébként. Tehát az olyan $5,000, hát. And probably a few 250 ezer forint körülbelül. They would probably all hate me. I'm sitting down playing Minecraft, building blocks. Nem. How am I supposed to explain? Megnézzük gyerekek. Hát mennyi? $1,000, 250, de körülbelül annyi, várjatok. Ha beírjuk akkor a mostani árfolyamon, 5000 USD in HUF. Közben számoltam. Jó számolt. Az más a francokat 250. 1.282.000 forint, srácok. 1.282.000 forint. $5,000. Ebből 45.000-et kapott. Csak hogy így. Na, mindegy. Bocsánat, menjünk visszafele. Nézzük tovább. To the strippers. That I just made $7,000 in a matter of like half an hour. I'm a little bit skeptical. Alright, ghouls, for real, dude. Like, if that's legit, I thank you. Holy crap. This is real money. I am a what the heck, dude? This stream. No way! Jézusom. No röviden way! Arról volt szó. Hogy no nem hitt el igazából, és nagyon szkeptikus ezek a donétekkel kapcsolatban, és akkor kapott még 25 ezeret erre, hogy haver, ez egy igazi pénz, és hogy szereti a live-jaidat. Tehát gyakorlatilag itt tartunk jelen pillanatban, és 30 ezer dollár. No way! Tehát, that can't be real, dude. Brutál, hihetetlen. Tehát már ez a pénz és az a pénz, ami egy életet meg tud változtatni, főleg egy ilyen korú srácnak. If it's not real and I get charged for all those chargebacks, that's gonna suck. Szerencsétlen. It's real, no worries, D. No. No way, dude. Még 50 ezer dollár. No way, man. És odaérje, hogy ez valós. That's ez igazi pénz. No. $75,000, dude. They all went through. There's like a little mark next to him. Igen, like, mélységesen elszomorít az a tudat, hogy valakinél van ennyi pénz a kártyán. So annyira confused, elszomorít. Dude. Nekem miért nincs? I was once taught by my mentor to pay forward what I received. Go buy yourself a nice place. Menjél valami szép helyet. Ennyi. $100,000, srácok.
még kapott 100 000 dollárt. I don't know what na, I did. És itt jön át a fején az, tulajdonképpen, hogy így, hogy figyelsít sem, mit csináljon, és még csodálkozom, hogy tud még mit csinálni. Tehát én felálltam volna szerintem, és így, nem tudom, elmentem volna egy üveg vodkáért, és így leiszom magam a picsába. Na ez durva. Még 250 000 gyerekek. Ezt ugye, ez kurva sok pénz, srácok, ez kurva sok pénz. Atya úristen. Atya úristen. That's a quarter of $1,000,000. It would make sense if I had like 4 millió dollár. Even then people are going to be skeptical, dude. There's no way. I have like $500,000 in my PayPal right now, dude. It's not there, but it's there. Nem hiszi el gyakorlatilag, hogy PayPal-ján ennyi pénz van. Dude. Szól a havernak. What the F? Is that real? There's literally like a half of, I don't know if it's dude, real, dude. Those are, that's like so many numbers, dude. Wait. Sok a szám. Nah, that's not real. There's no way. Did it actually go through? Atya no, úristen. Like, is it pending? De milyen it's durva lehet ezt átélni? Yeah. Atya úristen. Mert nekem is volt olyan, hogy azért a magyar viszonylag egy abszolút szép szám, ugye nem tudom mennyi volt nekem a legtöbb, azt mondom, 200 000 forint. És ezután is köszönöm szépen. És azt megélni, azt is nagyon-nagyon durva volt, de ezt gyerekek, ezt amikor 151 millió forint, 150, atya úristen. Nagyon durva. Why would he be on Twitch on a Minecraft stream? Hát igen. Na, és akkor srácok, itt jön be a buli. Már jöttök, ezt visszaelindítom. Így. Szóval itt jön be az a buli, hogy ezt a pénzt, amit most kapott, és amiért azt hitte, hogy az életét megváltoztatta, az gyakorlatilag visszakérték. És ez egy annyira egy undorító dolog szerintem, tehát amikor az emberrel elhiteted azt, hogy megváltozhat az életed, és akkor ezek után pedig így fogja, és így visszaszedi ezt a 151 millió forintot, azért abban komolyan mondom, bele is lehet hülyülni. Tehát én lehet, hogy belehülyülnék. Tehát kapnék most csak így, valaki jönne, és itt van 151 millió forint, haver, költsd el, oké, megyek, elköltöm. És akkor, amíg megyek a boltba, tudod, elmész, berakod a kártyád, és hogy nincs rajta pénz, és mi az, hogy nincs rajta pénz? Tehát így, és akkor így, az ember már beleélte magát abba, hogy igen, egy tök másik élete lesz, egy csomó mindent meg tud vásárolni, azt csinálja, amit szeretne, stb. És akkor hirtelen ez az álmot így elvágják, elszakítják tőled, és az egy brutál érzés lehet. Azt nem kívánom senkinek egyébként. A srácnak a szerencsé egyébként az, hogy végig nem hitt el. Tehát oké, hogy ott van a zseton, biztos, hogy megfordult a fejébe, hogy mi van, hogyha igaz, de ő még a szerencsésebbek közé tartozik, mert azt mondta, hogy azért nem biztos, hogy ez így frankó és oké, és ez mentette meg szerintem így a gabajodástól, hogy nem élte bele magát teljesen. Hát nehéz ügy. Na mindegy, írjátok le kommentbe, srácok, hogy nektek mi a véleményetek erről. Azért 151 millió forint mellett nem tudom, hogy sok mindenki el tud-e menni, én nem. Én nem tudok elmenni 151 millió forint mellett. Na mindegy, hogy ezt itt donate-ba valaki megkapta. Na mindegy. A lényeg az, hogy írjátok le kommentbe, srácok, ti mit gondoltok erről a jelenségről. Ti mit tennétek akkor, hogyha kapnátok 151 millió forintot? Kíváncsi vagyok. És el fogom őket olvasni, jó? Srácok, akinek tetszett a videó, és szeretné még ilyen tartalmakat, mindenképpen dobjon egy lájkot, és ha szeretnél egy feliratkozást, ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert így kapsz értesítést a videókról és a live-okról. És akkor találkozunk egy következő videóban, van egy live-ban. Én Jussu voltam, sziasztok!